A sportot, a színházat és az egészségügyet is rendszeresen támogatja a Kevíz 21 ZRT, közölte Hajzer Gábor igazgató. Az építőipari vállalkozás partnerei segítségével most több millió forintot ajándékozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítványnak. Kevíz 21 ZRT ebben az évben ünnepelte 25 éves évfordulóját, ebben az alkalommal egy emlékestet szerveztünk. A cég felajánlott egy 3 millió forint összegű adományt a kórház számára, és az ünnepségre meghívott partnereinknek és ott résztvevő dolgozóink számára adományleveleknek a vásárlását kínáltuk föl. Ők további közel 800 000 forint értékben vásároltak adományleveleket, így ezt az összeget utaltuk át a kórháznak. Az adományt a gyermekgyógyászat és az idősápolás területén szükséges eszközök beszerzésére használják fel. A vállalkozás a kórházra bízta ezeknek az eszközöknek a kiválasztását, emelte ki Adorján Gusztáv főigazgató. A beszerzés után a kórház nem csak a tulajdonosa, a fenntartója is lesz majd a megvásárolt tárgyaknak. Az, hogy az intézmény költségvetésébe miket tudunk beilleszteni a mindennapi betegellátáson kívül, amit tudjuk, hogy az egészségben is amortizáció, tehát nagyon sok olyan dolgot kell pótolnunk, amit hát ilyen, sokszor azt szoktuk mondani, hogy apróbb dolgok, de csak szükség van rájuk, és gyakorlatilag ezekkel az adományokkal, amelyek nem apró adomány természetesen, mi ezt úgy fogjuk felhasználni, mind a gyerekellátás, mind az idős ellátásba, hogy megfelelő módon hasznosuljon olyan eszközöket, amelyeket nem biztos, hogy mind a költségvetésünk meg tudjuk vásárolni. Azért is kiemelt fontosságú a mostani adomány, mert az idős ellátás korában még nem kapott támogatást. A bennfekvő betegek egyharmada 70 év feletti, közölte az ápolási igazgató. A kórtermek élettérként is funkcionálnak a betegek számára, ezért nem mindegy, milyen körülmények között gyógyulnak, tette hozzá Nagy Géza. Lehetőség gyűlik arra, hogy olyan ápolási eszközöket szerezzünk be az időskorok ellátásában, amelyekben jelenleg nem volt lehetőségünk. Ilyen például a multifunkcionális kiültető szék, amely gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy a beteget biztonságban kiültessük, biztonságban tudjuk etetni, bocsánat, és biztonságban tudjuk infúziós terápiában részesíteni. Ez egy multifunkciós, tehát gyakorlatilag több mindent tudunk egy időben elvégezni. Egy-egy ilyen szék akár 100 000 forintba is kerülhet, kórtermenként legalább egyet szeretnének majd vásárolni. Az adomány egy másik részét a gyermekosztály használhatja fel, itt már több évtizedes hagyománya van az ehhez hasonló támogatásoknak. Az elmúlt 25 évben közel 300 millió forintot kaptak. Ennek köszönhető például a koraszülött mentőszolgálat kialakítása és működése is. Erre azért is volt nagy szükség, mert évente közel 60 gyermek születik otthon a megyében. A mostani összegből is ezt a részleget támogatják. A koraszülött ellátás részére szeretnénk egy viszonylag nem drága eszközt, de nagyon fontos eszközt vásárolni. Ez egy pontos digitális mérleg, amivel nekünk naponta kell ellenőrizni a koraszülötteknek a testtömegét. Ez a mérleg, ez 200 000 forintba kerül, bármennyire is furának tűnik, ez az átlag kereskedelemhez képest egy nagyon nagy ár, de egy orvosi műszer, egy ilyen kicsi orvosi műszer is sajnos ilyen drága árba kerül. A koraszülött intenzív osztályon éves szinten közel 500 gyereket látnak el. A koraszülés aránya közel 10% a megyékben. A kicsik nagy számban 1500 g alatti súllyal születnek, ezért is lenne fontos a mérleg beszerzése.